Egy hete még atléták népesítették be az atlétikai centrumot, most szombaton viszont az épület első emeletén kialakított judóterem telt meg. Új 300 négyzetméteres tatamit kapott a terület, hivatalosan ezzel adták át a sportolóknak. Nagyon jó helyzetben vagyunk szerencsére, mert most a Covidot leszámítva, ahol sajnos tényleg a versenyzőink a 10 év alatti gyerekeinknek jó részét elveszítettük, mert nem tudtak edzésre járni. Szeptemberben általában olyan helyzetben vagyunk, hogy furra megtelnek a judótermek. Nagyon-nagyon népszerűek vagyunk, és hát az elmúlt években a 3000-es létszámról 20 000 regisztrált magyar judós van Magyarországon, és ahogy látom, hogy a jövő évben már a Nyíregyháza és Nyíregyháza környékéről is több száz gyerekkel fogunk gazdagodni. A szövetség vezetése nem érkezett üres kézzel, 50 judóruhát adtak át a nyíregyháziaknak. A judó az egyik legeredményesebb sportág Magyarországon. Hogyha elindítunk egy-egy utánpótlás nevelési programot, az körülbelül 12 év, amíg jön a siker, de mivel van egy magyar judó szövetségünk, akik már nagyon régóta elindították ezt a programot, most kihelyezik ide is egy területüket, amely azt fogja eredményezni, hogy azok a gyerekek, azok az utánpótlásban lévő sportolók bizony nagyon-nagyon hamar fogják hozni a sikereket. A létesítményben kicsik és felnőttek egyaránt tréningezhetnek, ráadásul nem is akármilyen tatamin. A Magyar Judó Szövetség ajándéka az, ami a tavalyi világbajnokság szőnyege volt, ahol a világ legjobbjai küzdöttek, versenyeztek, azt hozták el, azt kapta Nyíregyháza a Magyar Judó Szövetségtől. Az eseményen kárpátaljai sportolók is részt vettek, akikkel eddig is szoros volt a kapcsolat. A háborús helyzet miatt a szövetség igyekszik nekik mindenben segíteni.